2017-ben az orvosi heti lap összefoglalta, hogy 2013-ban hogy alakult a daganatos halálozási statisztikai adatok. Ebből az látszik, hogy 2013-ban 78.613 új daganatos beteget diagnosztizáltak, és ugyanebben az évben elhunyt több mint 32.000 ember daganatos betegségben. Ha megnézzük a két szám arányát, azt lehet mondani, hogy az adott évben elhunyt betegek száma az 41,6%-a volt az adott évben diagnosztizált új betegek számának. Ha tovább megyünk, bocsánat, akkor azt látjuk, hogy 9 tumortípus felelős a megbetegedések 64,5%-áért, a halálozásokért pedig 75%-áért ez a 9 tumortípus felel. Ha megnézzük, kiemelünk néhány tumortípust, akkor azok a szomorú számok, hogy minden évben mondjuk 11.000 tüdőrákos daganatot diagnosztizálnak, és elhunyt ebbe az évben 8591. A vastagbélből több mint 10.000 diagnosztizáltak, elhunyt 5.000. Ennél sokkal rosszabb a helyzet a hasnyálmirigy daganatnál, 2400-at diagnosztizáltak, és elhunyt 1976. Tehát az látszik, hogy ennél a 4 pirossal jelölt tumortípusnál döntő részben több mint a fele sajnos elhunyt egy éven belül ahhoz képest, hogy a betegséget felismerték. És ha még tovább bontjuk ennek a 4 tumortípusnak a számait, akkor azt mondhatjuk, hogy a tüdőrák miatt tüdőrákos halálozás reprezentálja 26%-át az éves halálozásnak, vastagbélbéldaganat a 15%-át, hasnyálmirigy 6%, gyomortumor 4,9%, vagyis összességében 52% halálok erre a 4 tumortípusra vezethető vissza. És ugye ebből az következik, hogyha nézzük, tehát 78.000 új daganatos halálozás, több mint 32.000 haláleset, és kibontjuk még súlyozva a különböző tumortípusoknak a várható élettartamát, azt lehet mondani, hogy durván Magyarországon a medián túlélés az kb. 2,4 év, vagyis egy daganatos populációnak a fele kb. 2,4 év múlva elhunyt, a másik pedig fele még életben van 2,4 évvel azután, hogy felfedezték nála a daganatos betegséget. A kérdés az az, illetve az a előadásodnak az lenne a célja, hogy azt bemutassam, megvan az esélyünk arra, hogy évente 25.000-re csökkentsük a daganatos halálozást Magyarországon. Miért mondhatom ezt? Köztudott, hogy intenzív erővel folyik, azt lehet mondani évtizedek óta, dollár 100 milliárdokat költünk, hogy megoldjuk a rák kérdését, és egy gyógyszert találjunk. A gyógyszerfejlesztésnek az a célja, hogy találjunk egy molekulát, ami majd fog kötődni mondjuk egy fehérjéhez, és abban reménykedünk, hogy ez majd megoldja a rák kérdését. Azt gondolom, hogy a kérdés is rosszul lett föltéve. Ha veszünk egyetlen egy sejtet, aminek a mérete 40 mikrométer, és ebben a sejtben van egy 10 mikrométer átmérő sejtmag, ebben a sejtmagban fizikailag 1,8 méter hosszú genetikai információ be van csomagolva. Ez a genetikai információ 20-25.000 gén kódol, és minden sejtünkben kb. 2000 biokémiai folyamat van, és kb. 1 millióféle fehérje. És minden sejtünk tökéletesen jól működik, mikor azt mondjuk, hogy egészségesek vagyunk. Az egész szervezetünket 37 trillió sejt építi föl, és ez a 37 trillió sejt egymással koordináltan működik, és jól működik, mikor egészségesek vagyunk. A kérdés az, hogy hogyan tud ez ennyire jól működni. Hogyha megnézzük a biokémiai hálót, amit a molekuláris biológ nagyon jól felderített, akkor ez tökéletesen tükrözi mondjuk minden pont egy kémiai reakció. És az is látszik, hogy minden reakció, minden pont tulajdonképpen bizonyos átvételeken keresztül kapcsolatban az összes többivel. És mégis jól működik. Képes-e a sejt ezt megvalósítani a molekulák szintjén? Nem, azt gondoljuk. És ezt miért mondom? Azért mondom, mert 70-es években Szent György itt volt Magyarországon, és akkor volt vele egy interjú. Ebben az interjúban elhangzott egy szó, ez az volt, hogy szubmolekuláris. Szent Györgyi több mint 50 évvel ezelőtt azt mondta, ha meg akarjuk oldani rák kérdését, azt nem a molekulák szintje, hanem egy molekuláris szint alatt fogjuk megtalálni, és őnek az volt a gondolat, hogy az elektronok áramlásában van egy zavar, és ez vezet oda, hogy végül is kialakul egy rák. Ez a dolog valahogy megmaradt a fejemben, és gondolkoztam, és 1976. május 21-én az a gondolatom támadt, hogy nem a negatív töltési elektron,
hanem pozitív töltésű hidrogén ionoknak lehet szerepe a rák kialakulásában. És akkor ezt még le is írtam egy papírra, és utána ezt eltettem. És onnantól kezdve mindent ezen keresztül néztem. Én ebben az évben felvételiztem az egyetemre biológus szakos hallgatónak, utána elmentem katonának, és mikor 80-ban negyedéves voltam, akkor egy fiszkén ZH-ra készültem, és ugye az entrópia, entalpia, pH, ilyenekre volt erre az ember agya, és akkor jött az a gondolatom, hogy a hidrogén mellett van egy nehéz hidrogén is a szervezetben, ez a deutérium, és az a meggyőződésem volt, hogy ez a két hidrogénféleség felelős a sejtosztódás szabályozásáért. Innentől kezdve már csak 10 évet kellett várnom, mikor azért jöttem az Egyesült Államokból, akkor elmentem az onkológiai intézetbe dolgozni, mint tudományos főmunkatárs, azért, hogy elkezdjem vizsgálni, hogy a természetben meglévő deutériumnak lehet-e valamilyen szerepe. És akkor mi is a deutérium? A deutérium ez olyan hidrogénféleség, aminek a tömege duplája a hidrogénének. Tehát mikor mi megiszunk egy pohár vizet, háromféle vízmolekulát fogyasztunk, H2O-t, HDO-t vagy D2O-t. A deutériumot az urej fedezte föl a 30-as évek elején, és ezt követően nagyon-nagyon sok klinikai vizsgálatot, nagyon sok vizsgálatot végeztek a nehéz vízzel. Mindegyiknek közös tulajdonsága az volt, hogy figyelmen kívül hagyták, hogy a természetben van alapvetően deutérium, hanem nagyon emelt deutérium tartalmú vízzel végeztek kísérleteket. Tehát például ez a vizsgálat azt mutatta, ha a dohánynövény normál vízzel locsolták, megnőtt, de hogy egyre nőtt a deutérium koncentrációja, a dohánynövény egyre kevésbé tudott nőni. Ami világosan jelzi, hogy a sejtek számára egyáltalán nem mindegy, hogy egyes tömegszámú hidrogén van benne, vagy egy kettes tömegszámú hidrogén. Mi történik akkor, hogyha elvesztük a rendszerből a deutériumot? Tehát ez volt a kísérletnek a célja, amikor elindítottam az onkológiai intézetben. Miért jogos ez a kérdés? Azért, mert a vérünk kálcium normál értéke az olyan 2,5 millimol, a magnézium kb. 1 millimol. Ezzel szemben mi bennünk 12-14 millimol a deutérium koncentrációja. Tehát látjuk, hogy a deutérium másként viselkedik, mint a hidrogén, látjuk, hogy mennyire releváns koncentráció van jele, tudjuk azt, hogy a kálcium és az összes többi ennek az értékét mennyire szigorúan szabályozzák a biológiai folyamatok. Tehát ha valakinek mondjuk lezuhan a kálium szintje, meg lehet halni egy hipokaléniában. És akkor itt van a deutérium, ami egyszerűen figyelmen kívül lett hagyva 60 éven keresztül. Most az idő rövid, tehát egy pár diát tudok felmutatni ezzel kapcsolatban, mi történik, hogyha elvonjuk a deutériumot. Annak idején, mikor az első kísérleteket végeztem, akkor sejteket vizsgáltam, hogyan tud szaporodni daganatos sejt, ha alacsony deutérium tartalmú tápfolyadékben tartjuk. Azóta a technika sokat fejlődött, és most olyan rendszerek állnak rendelkezésünkre, hogy például itt csináltunk 155 és csökkenő deutérium tartalmú tápfolyadékot a sejtek számára, és a sejteket egy aranyrétegen ültettük ki, és semmi más nem csináltunk, csak azt néztük, hogy ennek az aranyrétegnek az ellenállása hogy változik. Ez azt jelenti, hogy minél gyorsabban tudott szaporodni a sejt, annál gyorsabban beborított az aranyréteget, és ez változtatta az ellenállást. Tehát, hogyha nézzük a meredekségét ezeknek a egyeneseknek, azt látjuk, hogy a leggyorsabban a 155 ppm-es vízben szaporodtak a sejtek. És ahogy csökkent a deutérium szint, akkor csökkent a szaporodási sebesség, a 40 ppm-esnél pedig teljesen megállt. Ennek az a jelentőség, hogy a sejtekkel semmit nem kellett manipulálnunk, egyszerűen így történt a szaporodás ebben a kísérleti rendszerben. Ez a rendszer azt is lehetővé teszi, hogy megnézzük azt, hogy mennyire érzékenyek a sejtek a deutérium megvonásra. Tehát ebben a kísérletben azt csináltuk, hogy 8 óránként 0, 1, 2,5 vagy 5 ppm-mel változtattuk meg a tápfolyadék deutérium szintjét, és látszik, hogy a zöld görbe elvált a pirostól. A sejtek érezték a 8 óránkénti 1 ppm-es deutérium szint csökkenést. Ez azért érdekes, mert ha valaki mondjuk 105 ppm-es vizet fogyaszt, akkor ezzel el tudjuk érni azt, hogy a szervezetben is lecsökkenjen durván 1 ppm-et a deutérium szint. Tehát az itt világos volt ezekből a kísérletekből, hogy az alacsony deutérium tartalmú szint az gátolja és lassítja a sejtosztódást. Mi történik akkor, hogyha kicsikét megemeljük a deutérium szintet? Itt azt tapasztaltuk, tehát, hogy 150-en ez volt a növekedési ráta, de a 200, 300, 500 meg 800 ppm-re emeltük a tápfolyadék deutérium szintjét, akkor azt láttuk, hogy a stimulálta a sejtosztódást. Tehát a sejtek számára kell az a deutérium. Mikor az első cikkünket közöltük, akkor annak az volt a konklúziója, hogy a DH arány
kialakuló deutérium-hidrogén arány az a kulcs szignál a sejt számára. Ez hogy alakul ki? Tőlem teljesen függetlenül régóta elfogadott az a nézet, hogy mikor egy növekedési hormon kötődik a sejt membránhoz, az meg fogja pörgetni a nátrium-hidrogén pumpát, ez azt jelenti, hogy kilök egy hidrogént, fölvesz egy nátriumot, és ez egy pH változást idéz elő a sejtben, és mindenki tudta, hogy ez valahogy szignál a sejt számra gyosztódjon. Az elmélet az az volt, hogy akkor, amikor ez a rendszer aktiválódik, ez csak a hidrogént fogja kilökni, tehát elkezd nőni a deutérium-hidrogén aránya sejten belül, és azt mondjuk ez a szignál. Akkor, amikor mi alacsony deutérium tartalmú közegbe helyezzük a sejteket, vagy egy állat, vagy egy ember elkezd fogyasztani alacsony deutérium tartalmú vizet, akkor le fog csökkenni a deutérium szint. Tehát a sejteknek egy alacsony deutérium szintre kéne fölemelni azt a DH arányt, hogy elérjék azt a küszöbb értéket. És ha ez nem történik meg, akkor az a sejt nem fog osztódni. Szent Györgyi azt is mondta ebbe az előadásában, hogy a sejtosztódást egy piros lámpával és egy zöld lámpával lehet csak szabályozni. Tehát egy jel nem elég, hogy szabályozzuk a sejtosztódást. A zöld lámpa az esetünkben a membrán folyamatok, amit az előbb elmondtam, ha beindítja, kilöki a hidrogént, megváltozik a DH arány. De hol van a fék? A fékrendszer az a mitokondriumban van. Ebben a teremben mindenki minden nap 3-4 deciliter alacsony deutérium tartalmú vizet állít elő. Ezt a mitokondrium csinálja. Mikor megesszük az ennivalót, azt mi elégetjük, abból széndioxid lesz és anyagcsere víz. Ez az anyagcsere víz minden nap kb. 3-4 deciliter emberenként. Ha megnézzük, hogy az ételeknek mi a deutérium szintje, akkor ezeket az értékeket kapjuk. Tehát mikor elmentem a boltba és vettem fehérlisztet, cukrot, túrót, olívaolajat, vajat vagy disznózsírt, és akkor azt mondtam az akadémiai intézetben, hogy vegyétek ki a vizet az ételből, a száraz ételt égessétek el, és mondjátok meg, hogy mi a deutérium szintje. Akkor ez jött ki. Tehát akkor, amikor mi cukrot eszünk, kenyeret, fehérlisztet, tésztát, bármit, abból a szervezetünk normál deutérium tartalmú vizet fog szintetizálni. De hogyha menjünk a fehérjékre, vagy túróra, vajra, vagy a disznózsírra, amik sokkal komplexebb molekulák, és a nagyon bonyolult szintézis úton jutunk el mondjuk egy zsír molekulához, fokozatosan csökken ezeknek a molekuláknak a deutérium szintje. Tehát a mi deutérium szintünket azt szabályozza, hogy milyen vizet fogyasztunk, milyen ételt eszünk, és az ételen belül mi az arány a szénhidrát és mondjuk a zsírok javára. Ez fogja kiadni a mi szervezünk deutérium szintjét. És azt az alacsony deutérium tartalmú vizet valójában a mitokondrium állítja elő, ha jól működik. Ugye az is köztudott már régóta, hogy ez a táplálkozási piramis, amit tanítanak az egyetemen, tehát a kalóriának a 60%-át vigyétek be szénhidrátokkal. És ugye az, akik itt jártasok a természetgyógyászatban, azért megvan egy irányzat, a rossz nyelvek szerint megvolt ennek az oka, hogy miért kezdték el szívni a zsírokat, de biztos, hogy a populáció az elmúlt 50-60 évben másként táplálkozik, mint az én nagyapám korában. Tehát azzal, hogy a kalóriabevétel döntő része szénhidrátokkal történik, ez azt jelenti, hogy a mi populációnk átlagosan egy magasabb deutérium szinten éli le az életét. Azzal, hogyha megfordítjuk ezt a piramist, és alulra tesszük a zsírokat, olajokat, és ezáltal alacsonyabb deutérium tartalmú vizet szintetizál a mitokondriumunk, akkor az életünket egy alacsonyabb átlagos deutérium szinten tudjuk leélni. És azt gondolom, hogy ha valami miatt ez a korosztály cukorbetegség, magas vérnyomás és daganatos betegségben szenved, az egyik ok az erre vezethető vissza. A kérdés az az, megint visszatérve a gyógyszerfejlesztésre, hogy a több száz génről tudjuk már, hogy szerepe van a rák kialakulásában. Itt megint a gyógyszeripar arra fókuszál, hogy talál egy gént, annak van egy fehérje terméke, akkor erre az egyszem fehérjére fejlesztünk egy gátló molekulát. Ezzel szemben mi azt néztük meg, hogy mi történik a génekkel, ha megváltoztatjuk a deutérium szintet. A nanostring technológia, ez egy olyan módszer, hogy képesek vagyunk megszámolni darabra, hogy egy adott génről hány kópia készül az adott sejtben. Ezt úgy tudják elérni,
hogy minden gén, amit vizsgálni akarunk, kap egy színkódot. Tehát ez egy kék, sárga, piros, kék, zöld, kék. Ez egy másik gén, egy másik mintázatot kap. A vizsgálni kívánt génekről két darabot szintetizálunk. Az egyiken van ez a színkód, a másik pedig egy olyan szakasz a génnek, ami alkalmas, hogy majd fixáljuk le egy felszínre a gént. Tehát, ha mi sejteket szaporítunk csökkentett különböző deutérium tartalmú tápfolyadékban, arról kivesszük a messenger RNS-eket, és utána összekeverjük ezekkel a génekkel, akkor megvan nekünk az esélyünk arra, hogy megnézzük, hogy a különböző gének hogyan viselkedtek a különböző deutérium tartalmú közegben. Ez szintén a technológia része, mikor készen van a kísérlet, akkor jön a gép és le fogja olvasni nekünk, hogy a különböző színkódú hibridizált DNS-ből mennyi van, és erre kapunk egy eredményt. Most a mi esetünkben azt csináltuk, hogy vizsgáltuk a sejteket 40-80 ppm-es, tehát alacsony deutérium tartalmú tápfolyadékban, 150 volt a normál deutérium tartalom, ez a kontroll, és megnéztük, mi történik 300 ppm-es emelt deutérium tartalmú tápfolyadékban. Volt két nagy génkészletünk, 236 gén az a rákhoz volt köthető, és 536 pedig a kínált génekhez. Ez megint az egyik célpontja a gyógyszerfejlesztésnek, mert azt gondoljuk, hogy majd a kínált inhibitorokkal megoldjuk ezt a problémát. Tehát azért, hogy tovább élesítsük ezt a helyzetet, és hogy kivédjük mindenféle artefaktot, azt mondtuk magunkba, csak azokkal a génekkel fogunk foglalkozni, ahol legalább 30%-kal változott az expresszió a kontrollhoz képest, és csak azokkal a génekkel, ahol legalább 30 darab volt a kópiaszám. És akkor a következőt kaptuk. A 236 rákhoz köthető gén közül 183 több mint 30%-kal bemozdult. 155 pedig több mint 30 kópiában íródott át. 124 volt az, amely mind a két paraméternek megfelelt. Az 536 kínált gén közül 177 mozdult be több mint 30%-kal, 374 több mint 30 kópiában volt, és volt 135 gén, ami szintén mind a két feltételnek megfelelt. A kérdés az, hogy hogyan is működtek. 9 kombinációs lehetőségünk van. Az első lehetőség, tehát itt vannak a csökkentett deutérium tartalom, ez a kontroll, ehhez képest nézzük, ez pedig az emelt. Az egyik lehetőség, hogy nem történik semmi. Teljesen mindegy, milyen deutérium tartalmú közegben vannak a sejtek, a gének expresszió nem változik. És aztán van még több változat, de csak arra fókuszáljunk, ami megtörtént. Mindössze egyetlen egy olyan gén találtuk, amely gátolt volt az alacsony deutérium tartalmú közegben, és stimulált volt az emeltben. 5 gén találtunk, ami blokkolt volt a DD-vízben, stimulált volt a ML szinten, és igen, itt ezt elrontottam, tehát egy gén volt, amelyik emelt volt a csökkentetben, és emelt volt a DD az emeltben is, de a lényeg az volt, hogy 118 gén arra mozdult be, hogyha emelt volt a tápfolyadék deutérium szintje. És a legérdekesebb, ugyanezt találtuk a másik géncsoportnál is. Tehát nem egy gén tudtunk befolyásolni, hanem több száz génnek a működését tudtuk befolyásolni a deutérium szinten, és a gének valójában az emelt deutérium szintre reagáltak. Tehát az a elképzelés, és az, amit leírtunk már 93-ban, a sejtekben a folyamatok a deutérium hidrogén arány változtatásán vannak, azon keresztül vannak szabályozva. Ha megváltozik a deutérium hidrogén arány, ez üzenetet küld az összes fehérjének, az összes molekulának, és azok a molekulák azt szerint fogják tenni a dolgukat, amit mond a DH arány. Tehát vonjuk ki a deutériumot, és nézzük meg, mi történik. Ugye 92 óta fogyasztanak emberek csökkentett deutérium tartalmú vizet. Most csak két csoportot tudok kiemelni. A tüdőrákoknál az elején is mutattam, hogy mi az a szomorú szám, hogy 11 ezer új megbetegedés, több mint 8 ezer haláleset. A medián túl és a világban a tüdőrákra kb. 8 hónap, tehát durván a betegek fele van már csak életben, 8 hónappal a diagnózis után. A mi adatbázisunkban 304 tüdőrákos beteg adatai szerint a medián túl is az 48 hónap, tehát ez 6-szorozódott. Ez azért tudott 6-szorozódni, mert ilyen eseteink voltak, nem egy, több. Tehát például ennél a betegnél egy kis sejtes tüdőrák agyi metasztázisát mutatták ki,
Ez volt 2001-ben, itt volt a várható élettartama körülbelül 2 hónap, és a beteg végül is 12 évvel később hunyt el, és akkor itt lehet látni, hogy szépen visszafejlődött az agyi metasztázisa, és a primér tumora is eltűnt. A másik, amit kiemelnék a korábbi publikáción közül, több mint 230 emlőtumoros betegnek az adatait dolgoztuk fel és közöltük le, és ezek közül most annak a 48 betegnek emelném ki az adatait, akik emlőtumorosak voltak, megoperálták őket, tumormentesek lettek, de ennek ellenére fogyasztottak csökkentett deutérium tartalmú vizet. Itt a 48 beteg 221 éves kumulatív követési idő alatt mi egy embert veszítettünk el. Tehát azok a betegek, akiket mondjuk a mai orvostudomány sikeresen tumormentessé tud tenni, és utána bizonyos időközönként kúrákat végeznek deutérium megvonással, ott ki tudjuk védeni a betegség kiújulását, és ezek az emberek véglegesen gyógyultak lehetnek. Tavaly volt a 4. nemzetközi konferenciánk, kb. 8 országból jöttek az előadók. Én ezen a konferencián 2222 embernek dolgoztam fel az adatait, és mindenféle szelekció nélkül, aki 91 nap, hát nem, aki egy nap, legalább egy napig itt az alacsony deutérium tartalmú vizet, benne volt ebbe az értékelésben. Itt a medián túlélésünk 11,1 év. Ez a 2222 beteg durván lefedi azt a populációt, ami úgy jellemző a magyarországi viszonyokra. És hogyha visszamegyünk, hogy miért mondom azt, hogy 25 ezer ember életet meg lehet menteni, akkor az a következő. Tehát ha számunk az, hogy 78 ezer új beteg és 32 ezer haláleset, ez kiad egy értéket. Hogyha mi nálunk a medián túl, és az 11,1 év, akkor durván a deutérium megvonással 7000-rel lehetne lecsökkenteni a daganatos halálozást Magyarországon, és a 32-33 ezernek a különbsége a 25 ezer megmentett élet. Itt most be is fejezhetném, de még van 5 percem, és szeretném kihasználni. A deutérium megvonás az nem egy rákellenes gyógyszer. És erre akkor döbbentem rá, amikor visszajött egy daganatos beteg, aki cukorbeteg volt, és azt mondta, hogy lement a vércukor szintje. És akkor nyilván csodálkoztam rajta, de nézzük meg. Az egyetemen csináltunk több patkány kísérletet. Itt a patkányokat cukorbetegét tettük, és az volt a kérdés, hogy befolyásolja a patkányok vércukor szintjét a deutérium szint. A legelső kísérletünkben ez a 25 ppm-es vizet fogyasztó patkány vércukor szintje, ez pedig a normál vizet fogyasztó patkány vércukor szintje. Ebben a kísérletben azt láttuk, hogy a 25 ppm-es víznél csökkent ott volt a vércukorszint. És utána csináltunk 105 ppm, 75, 125 ppm-est, és utána még csináltuk 5 ppm-enként változtatva, ez 3 kísérletnek az eredője. És az látszik, hogy nem a legalacsonyabb deutérium tartalom víz csökkentette legjobban a vércukorszintet, hanem ez a 125-135 ppm. És ez ugyanez igaz volt a hemoglobin A1C-re, és ugye több hónap átlagában mutatja az átlagos vércukorszintet. Tehát világos volt, hogy inzulin jelenlétében a deutérium szint befolyásolja a glükóz felvételt. Nem mennék bele nagyon részletekbe. Egy GLUT4 nevű fehérje felel azért, hogy felvegye a cukrot a vérből. Tehát megnéztük, mi történik a GLUT4 nevű fehérjével, ami a membránban van. Azok a patkányok, amelyek egészségesek voltak, a GLUT4 koncentrációja magas volt, teljesen mindegy, hogy a patkány 150 ppm-es vizet ivott, vagy 25 ppm-est. De a cukorbeteg patkányoknál néztük, hogy a izom membránjában hogy alakul ennek a fehérjének a mennyisége, akkor az derült ki, hogy a 125 ppm-es víz volt a legjobb, ott volt a legnagyobb a GLUT4 koncentráció. Tehát maga a deutérium szint az inzulin szignál útjára hat, és ezen keresztül tudja szabályozni és regulálni a GLUT4-nek a mozgását. Ha már ezt megcsináltuk, akkor csináltunk egy fázis 2 klinikai vizsgálatot emberekkel. Ezek az emberek 104 ppm-es vizet ittek 90 napon keresztül. Az az ember, aki alacsony deutérium tartalmú vizet fogyaszt, annak le fog csökkenni a vérében a deutérium szint. A mi esetünkben ez 147 ppm volt, mikor elkezdték a betegek, és 133 ppm volt, mikor befejeztük. Tehát ez egyszerűen nem lehet másként. Ez azért mondom el mindig, mert van olyan akadémikus, akinek ezt nem tudtam elérni 30 év alatt, hogy a deutérium csökkentett vízfogyasztása deutérium szint csökkent okoz. Megnéztük azt, hogy mi történik az inzulin rezisztenciával. Azt mondhatjuk, hogy a betegek 30%-ánál csökkent az inzulin rezisztencia, ami azt jelenti, hogy
nem megyek bele rá, mondjuk 6 mg-ot tudtak fölvenni percenként, testtömegkilogrammonként, de 90 nap után már 8,6 mg-ot fel tudott venni a szervezet a vérpályából, tehát jobban reagált a szervezet az egész szignálútra és az inzulin reakciót. És akkor még egy kísérletet mutatok, megnéztük azt, hogy alakul a reggeli vércukorszint, ugye 6.07-ről indultunk, 90 nappal később az 5.74 volt, és hogy mindenki látja, hogy 60 nappal a kezdetek után volt egy nagy pík, ez volt a tanulság, hogy mi ezt október elén elkezdtük bevonni a betegeket, itt volt karácsony, tehát a kísérletek ez a jót tükrözte, az emberek otthon maradnak, nem mozognak, mindenki jót táplálkozott, az kicsikét elrontottam a kísérletünket, de egyértelmű volt, hogy csökkentettük a reggeli vércukorszintet is. Tehát összegezve, a sejtekben lévő molekuláris folyamatok szubmolekuláris szinten vannak szabályozva, ennek a kulcseleme a hidrogén-deutérium izotóp pár. A sejtjeink képesek megváltoztatni a deutérium-hidrogén arányt. A membrán folyamatok képesek megemelni, a mitokondrium pedig képes lenyomni. Az egyetlen egy közös tulajdonsága valamennyi daganatos sejtnek, hogy a mitokondrium nem működik benne. Ezt is tudjuk már 60 éve. Tehát a daganatos sejtekben nem termelődik csökkentett deutérium tartalmú víz, nincsen, ami ellene dolgozzon a membrán folyamatokban lévő DH arányemelésnek, és ezért a daganatos sejtek nagyon könnyen meg tudják emelni a deutérium-hidrogén arányt a küszöbi értékre, és osztódnak. Ennyi az egész. Ha bele tudunk avatkozni ebbe a rendszerbe, elvonjuk a deutériumot, emberek, állatok csökkentett deutériumtartalmat fogyasztanak, akkor ez a mechanizmus olyan, mintha az a mitokondrium jól működne. Plusz, akkor, amikor csökkentett deutériumtartalmú vizet elkezd fogyasztani valaki, az egy stresszt indít el. Ezt a publikációt a Karolinska Intézetből közölték. Karolinska Intézet az, ahol a Nobel-díjat szokták eldönteni, ki fogja megkapni. Ennek a cikknek a címe az, hogy csökkentett deutériumtartalmú víz daganatás hatása, és arra utal, hogy egy oxidatív stresszt idéz elő a deutérium megvonás, gyököket generál, és nekünk kellenek azok a gyökök. Azok a gyökök fogják elpusztítani a daganatos sejtet. És ezért van az, hogy a csökkentett deutérium tartalmú vízzel ne fogyasszon senki se antioxidánsokat, mert akkor meg fogja védeni a daganatos sejtet a deutérium megvonás tumort elpusztító hatásával szemben. Ez a négy termékünk van, a Preventa termékek, az állatgyógyszerünk, ami 20 éve forgalomban van, és mi rendelkezünk a világon egyedüliként egy olyan berendezéssel, ami képes csökkentett deutérium tartalmú vizet előállítani gyógyszergyártási körülmények között, és azt gondolom, hogy ha majd egyszer eljutunk oda, hogy például etikaengedélyt kapunk klinikai vizsgálatnak a lefolytatására, utoljára nem adták meg, akkor majd lesz egy olyan klinikai vizsgálat, ahol ezredszerre is be fogjuk bizonyítani, hogy a deutérium megvonásnak milyen markáns biológiai hatása van, és ha egyszer majd részét fogja képezni az onkológiai kezeléseknek, akkor az a 25 000 ember megmenthető lesz. Köszönöm a figyelmet!